A 40 fokos hőség ellenére népes tömeg várja a 40. Tour de Hongrie mezőnyét Dunaföldvár központjában. Amatőr kerékpárosok jöttek a látványért messzebbről is, Tamásiból és a Duna túloldaláról Kunszent Miklósról is. A várakozás izgalmas perceiben a Le Fan Mazsolet csoport szórakoztatta a közönséget. Úgy gondoltuk, hogy ha már egyszer keresztül megy rajtunk a mezőny, akkor azért ezt illik nekünk valamilyen formában mégiscsak maradandóvá tenni. Úgyhogy készültünk, hívtuk a mazsoletjeinket, hogy egy kicsit színesítsék az áthaladást. Hamarosan itt a mezőny, ezt a felvezető rendőrök megjelenése jelzi, melyet sikongatva fogadnak a földváriak. A következő pillanatban már fel is bukkan a három fős szökevényboly, akiknek mintegy 2,5-3 perces előnyük volt, de hamar ideértek az üldözők is. A viszonylagosan megnyúlt mezőnysor között még több magyar is versenyben volt a dobogóért. A kísérő autók tetején több 10 milliós kerékpárok díszelektek. A mezőny 19 csapatának 129 versenyzőjéből 110-en maradtak versenyben az utolsó etapra. A pontokért itt a részhajrában is hatalmas a küzdelem. Ugye ma itt Dunaföldváron egy sprint részhajrá lesz, ahol a gyorsasági pontversenyben szerezhetnek pontot azok a versenyzők, akik igazán gyorslábúak. Ugye ez egy sík szakasz, így azoknak áll a zászló, akik inkább robbanékonyak, nem pedig a hegyi menőknek. A versenyzők 6 nap alatt 890 kilométert tekertek. A rajt Siófokon volt és Székesfehérváron végződött a 6 részes 2019-es körverseny.